Az április egy igencsak szeszélyes hónap úgy általában, a Szegedi Nemzeti Színházban viszont változatos. Általában minden hónap az, de most az amatőr színháztól az operán át a drámáig minden, és nagyon sűrűn egymás után, gyakorlatilag két hetente új bemutató lesz újra. Mi várható a színházban pontosan? Társulatunknak két új bemutatója is lesz. Az első a húsvét utáni héten pénteken, április 6-án. Ezt a drámatagozatunk jegyzi. Molnár Ferenc három egyfelvonásosát, melynek összefoglaló címe a Színház, fogjuk bemutatni a Nagy Színházban. A három darab, az első előjáték a Lír királyhoz, a második a Marsal, a harmadik pedig az Ibolya. Lényegében három vígjáték, mindegyiknek színházi vonatkozása van, és nagy örömmel és nagy társulattal készülünk most rá Horváth Péter rendezésében. Ezt két héttel később ugyanezen a színpadon, tehát a Nagy Színházban április 20-án opera bemutató követi. Verdi Ernani című operáját fogjuk bemutatni, ami egyáltalán nem tartozik a sláger Verdi operák közé, pedig bemutatója idején nagyon nagy sikere volt, részben köszönhetően annak a nagyon romantikus drámának, Victor Hugo Ernani című drámájának, ami a korszak egyik alapművévé vált. Ez az opera, Verdi műve még a korai korszakából származik, ahol a szerepek bizony igen magas énektechnikai követelményeket támasztanak. Ez az úgynevezett bel canto technika, ami később a drámaiság oltárán elvérzett, másfajta erények kerültek előtérbe. Minden esetre a 20. század vége és a 21. század újra felfedezte ezeket a darabokat, rendkívül értékes produkciókról van szó, és ebben a szellemben kívánjuk kiváló szereplőkkel Toronykői Attila rendezésében és Pál Tamás pálcája alatt bemutatni. A vendégjátékok között valóban sokféle van. A Mórahalmi Színtársulat hagyományosan már 6-szor vendégszerepel a kis színházunkban. Ezúttal a 8 nő című darabjukkal április 23-án. Április végén várható László Boldizsár és Sel Judit kétszemélyes estje. Élő zenekari kísérettel ez egy zenés műsor lesz a Nő illata címmel. Komoly zene is lesz április végén, április 29-én a 10. Nemzetközi Simándi József énekverseny díjkiosztó gála hangversenye lesz a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Rendkívül fontos számunkra és a szegedi operajátszás szempontjából is a Simándi József énekverseny. Nagyon sok a mai magyar opera életben jelentőssé vált szereplő pályája indult egyrészt a versennyel, versenydíjakkal, másrészt azzal, hogy itt Szegeden ők rövidesen valóban igazi profi szerepeket is kaphattak, és innen vezetett tovább az útjuk. Az énekversenyre térünk egy kicsit jobban ki, hiszen ez azért egy átlagos operai énekversenytől azért eltér, hiszen nem csak a hangi adottságok számítanak. Így van. Egy énekversenyen gyakran kapnak olyanok is díjakat, akiknek kiváló az énekes teljesítménye, de mégis valami miatt a színpadra alkalmatlanok. Például azért, mert a hangi karakterük és a fizikai karakterük nagyon különböző. A Simándi József énekverseny valóban figyelembe veszi azokat az operai képességeket, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy valaki ténylegesen szerepet is kapjon, és ezáltal, és a Szegedi Nemzeti Színházzal való összefüggés által lehet praktikus szempontból sokkal lényegesebb a pályát jobban elindító megmérettetés és megmutatkozás, mint általában az énekversenyek. Egy kicsit az énekes darabokra visszatérve, hiszen láthat a közönség egy új énekesnőt a Szegedi Nemzeti Színház színpadán. Ádám Zsuzsanna, aki énekelni fogja az Ernániban Elvira, a női főszereplőnek a szólamát, ő maga is egyébként egy külön díjasa volt valamelyik évben a Simándi József énekversenynek, mostanában pedig több egyéb énekversenyt is megnyert.
Érdekesség, hogy ő eredetileg mezzoszoprán volt, most van egy szerepkör és hangfaj váltásban, és valóban Verdi szopránként számítunk rá, és sokat remélünk tőle.